Sziasztok újra! Nos, hát folytatódik a küzdelmünk, hogy kijussunk a bázisról. Nem lesz kommentár itt se, ez még mindig hozzátartozik ahhoz, hogy amit egy nap így lehúztam. És azt hittem, hogy veszi a hangomat, de közben nem vette sajnos. Úgyhogy elmondom, hogy mi a történet. Ja, gyakorlatilag túl nagy magyarázkodás nem igényel, tehát amint láthattátok, kiderült, hogy van jó pár alien. Nem csak egy van, a Wayland Yutani Corporation ugye ezért vette meg az egész bázist gyakorlatilag, mert hogy tenyészteni is akarták ott az alieneket, és ki akarták iktatni ugye az embereket, akadályozó tényezőt, hogy ne semmisítsék meg a bázist, hogy bármi akadálya legyen annak, hogy az alienek szaporodjanak. Na most ugye, hogy ezek elszabadultak, nekünk meg ki kéne jutni erről a űrhajóról. És hát azon kívül, hogy embereken kell keresztül verekedni magunkat, alienen is, vagy hát alieneken is kell keresztül verekedni magunkat, és ezt a drámát láthatjátok most, amit átélek fel a fejhallgatókkal, mert durva, tényleg, és marha jó kis részek következnek, bele is haltam egy párszor, fogjátok látni legalább az egyiket, azt hiszem biztosan. Olyan egy szemét módon van megrendelve a játék időnként, hogy belefutsz, tehát esélyed nincsen, és másodjára akkor átenged, vagy hát nem tudom, vagy egyszerűen félre mentem, vagy nem tudom, de elég érdekes halált fogtok látni, egyszerűen egyik szellőzőből felnézt az éljeni, puf, rám, anyádba ez meg, tehát kaptam a szívrohamot, állásra nem hallhatjátok a sikítást, jó, nem, mint hogyha nagyon sikítottam volna az eddigi ijesztő részeken, de hát egy jó túl nagy ez, az biztos. Úgyhogy nem egyszerű a játék már ezen a szinten. Oda kell figyelni, türelmesnek kell lenni, és akkor végig lehet menni. Azt hiszem már az utolsó előtti fázis, tehát ez a következő rész majd ezután a végjáték lesz, ami hát remélhetőleg egy ilyen könnyedebb utat fog választani, mert most nagyon fokozzák a horror faktort, és nagyon rápakolnak, és még amikor azt hinned, hogy vége, még rápakolnak egy kicsit, és azért durván dobban a szív, úgyhogy hát igen, azért, na, hát érdemes egy fejhallgatóval nézni a sztorit, jó szórakozás lettek.
Ripley. Ripley, we're about to move into position for the auto umbilical dock sequence. We'll be dark on COS until we've matched the decaying orbit of the station and are in position. We're just waiting on you to extend the towing platform clamps. I don't know how you sweet-talked me into this.
evacuation should not re-enter the station until advised to do so by the orbital emergency convener. Hát nagyjából ennyi lett volna a mai rész. Remélem tetszett azért itt a végén azért, mikor kiderült, hogy az ajtó nem működik, és még vissza kell menjek beindítani ezt a hanggenerátort, akkor ott már azt mondtam magamnak, hogy na jó van azért, na. Elég lesz, és hát az ott az a pont, amikor már azt mondtam, hogy jó, folytatom következőleg. Nem egyszer haltam meg ezen az úton, hogy őszinte legyek, mert olyan szinten futottam bele az alienbe, ami egyszerűen néha olyan halk volt, a radar sem jelezte, semmi, megforduló, puf, elkapott, aztán nem, betalált máskor is így rám esett, elkapott hátulról, tehát ilyen nagyon durva halálokba futottam bele egyébként, tehát nagyon egy hangulatos volt ebből a szempontból, de legalább lejjebb vette az ilyen szívdobbanós, izgalmi állapotot, mert akkor már úgy voltam vele, amikor már sok agyára mentem végig az úton, hogy na jó van, végig megyek, le van szarra, elmentem, aztán következőleg kijátszom, és hát kíváncsi leszek a következő részekre, biztos vagyok benne, hogy még mindig képesek lesznek egy fokkal
tetőzni, úgyhogy elég pöpeszre sikeredett ez a játék az izgalomfokozás szempontjából. Nos, a következő részig sziasztok!